Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Október 10-e van, és sikeresen megfogadtam, április 4-i, vagy nem tudom hányadikán voltak Magyarországon a választások, és megfogadtam, hogy nem fogok politikáról beszélni, és ezt sikeresen tartottam is egészen mostanáig. Már 6 hónap telt el a választásoktól, és azóta sem beszélek politikáról, és most se szeretnék. Én csak azért mondtam, hogy sokan mondják azt, hogy a politikai pártok képviselői soha nem tartják meg a szavukat, tehát azt, amit ígérnek a választások előtt, azt nem tartják be a választások után, mert már akkor nincs szükség a szavazóknak a támogatására. Én viszont 6 hónapja azt ígértem, hogy politikáról nem beszélek, és ehhez tartom is továbbra is magam. Viszont közéleti dolgokról beszélek, és most olvastam egy érdekes interjút, vagy egy kinyilatkoztatást. Gáspár feláldozható Győzikéről van szó. Ez nem összetéveszthető a másik Gáspárral kapcsolatban, az a Gáspár Hőbörgös László, aki a RTL klubban valamilyen szórakoztató műsornak a zsűrije. Egyébként arra gondolna az ember, hogy ahhoz kéne valami előképzettség, vagy műveltség, vagy intelligencia, de ezek szerint az RTL klubnak ez egyáltalán nem fontos, és minél primitívebb, minél vállalhatatlanabb egy ember, annál inkább alkalmazzák, mert hogy olyan közönséget vonz, nyilván a saját rétegéből, ami az RTL-nek számít, mert hogy a nézettséget emeli. De hát nem mindegy az, hogy milyen színvonalon és milyen színvonal. Tehát én azért a zsűriben el tudnék képzelni olyan kiváló művészeket, akik hát egyrészt ugye sokkal többet tettek le az asztalra, mint azok, akik jelenleg a zsűriben ülnek, és sokkal képzettebbek, sokkal szerethetőbbek. Nem tudom miért, de az RTL mégis ehhez ragaszkodik, illetve hát tudom, mert az előbb elmondtam, hogy véleményem szerint azért, mert egy olyan réteghez tudnak szólni, akik nézik ezeket a műsorokat, és sokkal többen vannak azok az emberek, akik nem annyira tanultak, vagy nem annyira képzettek, mint az a réteg, aki a hasznos és kulturált szórakozást igényli. De amiről szó van most ebben a videóban, arra gondoltam, hogy hiányzik még egy elismerés itt Magyarországon. Ugye vannak a művészeti elismerések, a tudományos elismerések, osztogatják a Kossuth díjakat, a kiváló művész, meg mindenféle díjakat, de például Magyarország hőse kitüntet, és még nincs. És mivel a Szovjetunió hőse, és a most Oroszországban ugye a Szovjetuniót követő politikai kurzus átvette a szovjet címeket, és az Oroszország hőse kitüntetést azt rendszeresen adják át. Itt Magyarországon is kéne a Magyarország hőse kitüntetést átadni. Például van a Gáspár feloldozható, vagy feláldozható Győzike, aki most azt jelentette ki a múlt héten, hogy ő az életét is odaadná Orbán Viktorért, és hát ők egy vérből származnak, és a vérét áldozná a miniszterelnökért. Hát ez tényleg fantasztikus felajánlás. Nem is tudom, hogy mit fog kezdeni ezzel a miniszterelnök úr. Minden esetre én rögtön elfogadnám,
az életét, meg hát a vérét, sosem lehet tudni, hogy egy vérátömlesztéshez esetleg nem lenne szükség a feláldozható győzikére, de aztán mégiscsak az jutott eszem, hogy micsoda gusztustalan dolog így felajánlkozni, hogy ezt nem érzi ő, vagy nem érzi a környezete. Vagy például, hogy mit szól ehhez a miniszterelnök, hogy ez tetszik neki, mert nem hiszem, hogy ez bejönne, hogy egy ilyen kiváló nemzeti kincs, mint a Győzike, ez felajánlja az életét. Aztán eszembe jutott a másik harcos, aki ugye azt mondta, hogy ha háborúba keveredne Magyarország, akkor ő aztán fegyvert fogna, és megvédeni a családját és a miniszterelnök urat. Ugye ez a Fási Rambó Ádám. És attól kezdve én nagyon megnyugodtam, mert azért mégis, ha belegondoltok, hogy megtámadna minket mondjuk Románia, akik többször a történelem folyamán megtámadtak és mindig el akarnak menni Magyarország területéből egy kis darabot, vagy esetleg egy nagyot, például Erdélyt el is vitték. Gondoljátok végig, ha így lelki szemeitek előttetek van, hogy bejön a román hadsereg, és a magyar honvédség élén Gáspár feláldozható Győzike az egyik oldalon, a másik oldalon pedig Fási Rambó Ádám kiáll és megvédi a magyarságot. Hát egyébként a Fási Ádámnak azt javasolnám, hogy a leginkább úgy tudná megvédeni a magyarságot, hogyha egy ilyen szituációban kiállna a harctérre, vinné magával a kislányát, és elkezdenének énekelni. Hát akkor vagy halálra röhögnék magukat az ellenség, vagy halálra ijesztenék őket, és szerintem mindenki szaladna, amerre lát csak, hogy ne hallja az Ádám még duóját. De hát tényleg ilyen fantasztikus hülyeségeket hogy tudnak ezek az emberek kitalálni? És főleg visszatérve erre a Fási Ádámra, tehát én ismerem 30 éve, akkor még egy egészen más politikai kurzusnak nyalta a fenekét, akkor úgy látszik, hogy tévedésben volt, de 8 évig nagyon jól el volt a szocialisták között, a szocialista képviselőknek mutatott be különböző nőket és kapcsolatokat, szervezett nekik. Aztán jött 2010, és akkor megvilágosodott, és abban a pillanatban átállt a másik oldalra, és attól kezdve ő is az életét és vérét áldozná ezért a hatalomért, ami nagyon szép dolog, mert ha megtámadnák Magyarországot, akkor mindannyiunknak ki kéne, hogy vegyük a harcból a részünket, és mindenki a saját területén, ahogy tudja, támogatni kéne az ország vezetését. Mindenesetre én tényleg meg vagyok nyugodva, mert van két olyan kiváló magyar ember, akinek a harcát azt támogatni tudom, én is, már legalábbis így mögötte lennék a történetnek, és aztán természetesen majd jönnek ezek a címek, ezek a díjak. Hát most nem hiszem, hogy erre alapítanak Magyarország hőse című díjat, de egy Kossuth díjat azt elképzelhető, és hát én szerintem erre mennek a történetek. Csonka Zsolt azt írja, ez a cél Péter. A köztes lebutítása és a tér átengedése. Hát én nem tudom, hogy ez lenne a cél, de ha ez, akkor nagyon jó úton haladunk, Zsolt, és szerintem sikeres a propaganda, és érdekes módon a művészvilágból azért meg lehet nézni, hogy kik azok, akik ilyen nyíltan vállalják most az identitásukat, és hát ott van aztán a másik, a Tóth Gabi,
akit egyébként nem tudom, hogy hát nagyon sokan bántanak. Én ugyan mondtam, hogy én nagyon kedvelem a Tóth Gabit, egyrészt azért, mert szerintem egy csinos nő, meg szerintem jól is énekel, de hát őt meg azért bántják, mert ugye ebből a vad kitetovált rockerból egy ilyen vesztaszüzlet, egy keresztény anya, és most ő is előadja a különböző rendezvényeken, hogy ő mennyire vallásos, és hogy milyen erős a hite. És egyébként, ha ez így van, akkor ez megint csak üdvözölni tudom, és örülök is neki. Remélem, hogy a Gáspárok, meg a Fási, meg a hasonlók, akik ott voltak ebben a menetelésben, ugye ebben a békemenetben, azok ugyanúgy gondolkoznak, hogy a keresztényi megbocsátás és a keresztényi szeretet a legfontosabb, és remélem, hogy annyira képzettek is a keresztényi erkölcsökben, meg a keresztényi tanításokban, mint mondjuk azok a roma vezetők, akikkel nekem volt vitám egy hónappal ezelőtt, és akkor ők is hivatkoznak természetesen a mindenhatóra, meg a 10 parancsolatra, és áldás békességre, és mindenféle hasonlóra, csak éppen mégsem úgy élik az életüket, ahogy erről beszélnek. Én szívesen kihívnám ezeket az embereket egy ilyen kvíz vetélkedőre, mondjuk Fási Ádámmal, egy művetségi vetélkedőn, vagy egy Gáspár Lászlóval, vagy egy Gáspár Győzővel szívesen elbeszélgetnék, és kíváncsi lennék, hogy a 10 feltett kérdésemből hányra tudna választ adni, vagy például, hogy milyen a helyesírásuk ezeknek a ragyogó magyar embereknek, akik mindent megtennének a magyar népért, magyaroknak a miniszterelnökéért, és azért, hogy bebizonyítsák, hogy ők tényleg milyen hatalmas magyarok. Szóval remélem, hogy ezt majd a kormány is fogja látni, és fogja segíteni. Azt mondja, Dencsik Józsefné, a Tóth Gabi pedig csak egy közönséges nő lett. Sajnálom, szerettem, de már a undorral tölt el, a látványa is. Hát elméletileg én is nagyon szerettem, vagy szeretem is a Tóth Gabit, mert én mondom, én nem nagyon nézem ezeket a műsorokat, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire változott meg, csak hallom, hogy óriási nagy támadás éri a Tóth Gabit az interneten keresztül. Valamennyire tudom, hogy mi a probléma vele, de igazából a mélyére nem néztem. De gyakorlatilag ezeknek a művészeknek, ha lehető rájuk azt mondani, nem javasolnám azt, hogy részt vegyenek a közéletben, mert az ő táboruk, az ő rajongó táboruk is megoszlik. Tehát maradjanak ők művészek, csinálják azt, amihez elméletileg értenek, és ne folyjanak bele szerintem a politikai propagandába. Horváth Sanyi, szia Péter, lehet, hogy téged láttalak a Nagy Lajos király útján? Abszolút elképzelhető, hát hiszen ott lakom a környéken, és mivel nagyon sokat járok, gyalog, ezért elképzelhető, hogy láttál. Erdei Zoltán, az ország szennyei, igény van rá, sajnos körükben. Hát ez most nem akarok hozzászólni, mert megfogadtam, hogy nem személyeskedek, sőt, senkit nem fogok a becsületében és a személyiségében megsérteni,
és remélem, hogy az nem sértés, hogy azt mondom rájuk, hogy kiváló emberekről van szó, ugye a Gáspárokról, meg a Fásikról, olyan emberekről, akiket érdemes figyelnünk, érdemes követni, és érdemes levonni is a véleményünket róluk, de az, hogy néznek ki személy, tehát hogy ki milyen kövér, vagy magas, vagy ilyesmi, ez szerintem nem helyes, és ez rossz irány. Mácsik János, ölellek, nagyon rossz irányba halad a művészet, már nem a régi, ebbe igazad van, Szummo, és majdnem minden rossz irányba halad, ettől függetlenül. Dolgos Edina, üdvözlünk Dunakesziről, Vidámi Attilával, szia Attila, rég láttalak titeket, igaz, hogy rég is voltam Dunakeszin, de most éppen szóba került, hogy fogok menni, mert hogy ott állítólag nagyon jó házi lekvárt lehet venni. Képzeljétek, azt vadászom, hogy hol lehet jó sárga barack vagy eper lekvárt venni. És elég sok helyre hívnak vidékre, és mégse találok olyan helyet, ahol az az igazi jó lekvár. Tehát nem azt, amit így nagy üzemben, vagy akár kisvállalkozásban csinálnak, hanem az az igazi régi, amit a nagymamám befőzött, olyan lekvárt szeretnék vásárolni, és most valaki hozott nekem kóstolót Dunakesziről, sárgabarac lekvárt és eper lekvárt, és mind a kettő nagyon finom volt, úgyhogy lehet, hogy most ki is megyek majd a jövő héten, és megnézem, hogy lehet-e ott még vásárolni. De mondom, kimondott házi lekvár érdekel, ha valaki ilyet tud, az szóljon. Szászi Szabin, inkább szóra sem érdemesek. Balog Lajos, mikor csattan a szán, mindkettő szaladna. Hát ha tudna, mert azért ahhoz viszont jó állóképességre kéne szerteni. Dolgos Edina, most ezt nem tudtam elolvasni. Zámbó Dezső, szia Péter, majd ha lesz időd, meg kedved, mesélj a Vizovickiről, meg Portikról, mert a 90-es évek alvilágáról. Sosi Marci is, hol Dunakeszin? Nem tudom, egy Dunakeszin szolgáltott teljesítő barátom hozta a lekvárt, fogalmam sincs, hogy honnan. Kapcsándi Gabriel, Péter, a piacokon a néniknél lehet venni. Ez jó ötlet, lehet, hogy akkor el fogok menni a Bosnyákra, és megnézem, hogy lehet-e ott kapni. Danba, tisztelettel üdvözlünk Angliából, Hajni és Krisztián, én is üdvözöllek titeket, és arra lennék kíváncsi, hogy mondjátok ti is meg, hogy mi a véleményetek például arról, hogy hogy éltek ti ott Angliába. Mert ugye mindenféle dolgont lehet hallani, hogy egész Európában milyen nehezen élnek az emberek, hogy fáznak, ugye az energiárak emelkedtek, és itt is csak azt látjuk Magyarországon, hogy az élelmiszer árak azok iszonyatosan kilőttek, hát a valutáról ne is beszéljünk, hát a dollár most már 438 forint körül jár, tehát elképesztő, hát soha senki nem gondolta volna, hogy ennyi lesz. És egyébként egy barátom, aki foglalkozik banki üzletekkel, és tényleg jó is, azt mondja, egy pillanat, Dolgos Edén, a Tahitót falun, a főúton folyamatosan árulják kis faházikó. Köszönöm szépen, Edina, tényleg elmegyek akkor arra is, és meg fogom nézni. Csabi György üd Németországból, Makula Szabbi, az a kis nyugdíjakból, üdv Németországból. Jó, persze mindig elmondom, hogy kis nyugdíjból élek, de szóval azért arra még telik, hogy lekvárt vegyek. Gondolom az azért nem olyan őrületes nagy összeg. Somogyvári, vagy Balog Bartók Manna, üdvözlöm Péter új Dombrádról, én is téged. Somogyvári Péter, szervusz Péter, szeretnék könyvet venni Egerben, hol lehet? Egerben nem lehet, tőlem lehet venni könyvet, vagy van a webshop, onnan lehet venni, az én
telefonszámomat kell, hogy ismerjétek, mert mindig elmondom, de most megint elmondom, hogy 0630 9 41 02 02. Tóth István, Péter a Lekvár Hízlal, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, nagyon aranyos, hogy István gondos, hogy gondolsz az egészségemre, de ezt akkor kellett volna megtenned, mikor 30 évvel ezelőtt életemben először bilincset tettél a kezemre, és elcipeltél 13 hónapra a börtönbe, és előzetes letartóztatásba tartottatok fogva, és ha akkor ezt nem tettétek volna meg, akkor gondold el, hogy most milyen jó fizikai állapotban lennék, mert ugye akkor nem lett volna annak további folyamata. De hát ez ugye vicc volt. Egyébként Tóth István az a rendőrtiszt, akivel szabadszálláson készítettem egy ilyen közönségtalálkozót, és az nagyon jól sikerült és jó hangulatú volt, és tényleg a szabadszállási emberek a szép számmal jelen voltak. Az, azért ezen ki most is ilyen jól, mert hogy ő csukatott le 20 kommandos élét. Na tehát a lényeg az, hogy tényleg nagyon jó volt, és a visszhangja is jó volt, és most megkerestek Salomvárról, az még nem biztos, hogy megyek oda, mert még nem kötöttük le a megállapot, tehát nem állapodtunk még meg, és ott aki fölhívott telefonon, az is egy hasonló érdekes műsornak nézünk ott elébe, mert azt mondta, hogy egy életvédelmi rendőrrel, életvédelmi nyomozóval közösen lenne egy műsorunk, ahol az életvédelmi nyomozó az interneten közöl visszamenőleg 100 évre ilyen nagyon híres büntető ügyeket, főleg gyilkossági ügyeket, és arról beszélne ő, én pedig ugye az életről, mert hogy én ott voltam és jelen voltam. Mészáros Imre kérdi a telefonszámomat, elmondtam az előbb, egyébként a Facebook oldalamra is föl van írva. Dolgos Edina, azért nem szabad felejteni a kedves rendőrünknek tetteit, hogy annó lecsukatott, mostanra meg jó pofizik. Az a rendőr úr akkor is szimpatikus volt azért számomra tényleg. Nem ő tehetett arról, hogy lecsukatott, ő egy parancsot hajtott végre, viszont a parancsot végre lehetett volna úgy is hajtani, hogy az nekem fájjon, de ő igyekezett úgy végre hajtani, hogy az teljesen korrekt legyen, és normális szituációt teremtett, nem tudott elengedni sajnos, nem tőle függött. Én akkor is kedveltem, és azóta meg sokkal jobban kedvelem, úgyhogy ne bántsuk. Kis József Péter olyan értelmesen mondta el ezeket a dolgokat, hogy mi értjük, de Fásinak meg Gáspárnak kódfejtő kellene hozzá. Hát ez a te véleményed, József, ugye? Nem mondom, hogy ellenkezek, erre szokták mondani, azt hiszem azt az ilyen diplomáciában, hogy is van, hogy sem megerősíteni, sem nem tudom, valami hasonló, de ezt majd mindjárt valaki oda fogja írni, biztos. Én nekem nem tudom, ilyenkor nem jutnak eszembe a dolgok. Hogy ezt hogy mondják, hogy ez sem megerősíteni, sem cáfolni, sem megerősíteni, nem tudom. Igen, lehet, hogy így. Szóval, Józsi, ez az én véleményem. De mindenféleképpen én az RTL klub helyében lecseréltem volna ezeket a zsűriket, tehát nem csak a Gáspár Lacit, és nem azért, mert nekem ő a begyemben van, mert egyáltalán nincs, ahhoz kevés, hogy én rá gondoljak, mit tudom, gyűlölködjek, és nem is nézem a műsort, tehát nem nagyon tudom eldönteni, csak ami az interneten ilyen pár
percen megjelenik, azt abból látom, hogy hát ez nem oda való, ez az ember sem, meg a másik sem, Takács Elvirát törelem, igaza van, Péter diplomatikus volt a hozzászólással. Igen, azt mondja, itt Angliában is 80%-kal nőtt a rezsi, és az itt is sokkal drágább lett az élelem és a benzin, és még drágul. Érezhető természetesen, de ha csak egy ember dolgozik a családból, akkor sincs még okunk a panaszra. A munka lehetőség mindig van, és a drágaságot kompenzálják a fizetésemeléssel, villany, gázárt, mindenki kap 400 fontot, és hasonló segítségek vannak itt, hála. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál rá, Szlacsnik Évit ölelem Békés Csabáról, Hegedűs Ilonának szép estét kívánok, mivel ő is szép estét kívánt. Péter Gábor megírja, hogy megcáfolni, de azt hiszem, hogy addigra már valahogy kibögtem a dolgokat. Nagy Georg írja, a legenda, az utolsó élő Hungarian Godfather. Egyébként ez a hungariangodfather.hu, ez a weboldalnak a címe, úgyhogy ha beütitek a Google-be, akkor meglátjátok, hogy milyen termékeket lehet kapni. Most pláne, hogy jön a karácsony, érdemes megnézni, van vagy 10 termék rajta, és egyre bővül, és akkor ezt karácsonyi ajándéknak is kaphatjátok. És aki könyvet akar, azt ott is tud venni, meg nálam is tud vásárolni, úgyhogy várom a jelentkezéseteket. Juhász Laci, tiszteltem, Dasnád úr, én is ölellek téged, Négyes István, jó estét például, üdvözlet Dunapatajról, én is üdvözlöm Dunapatajt, és mindenki mást is, téged is István. És aki érdeklődik az én telefonszámom iránt, én teljesen nyitott vagyok, engem mindig fel lehet hívni. Az én telefonszámom 06 30 9 41 02 02. Egyébként sokan keresnek meg telefonon is és e-mailben is, különböző problémáikat elmondják, tehát ha valaki privát szeretne találkozni velem, arra is nyitott vagyok. Megyek egyébként ilyen privát találkozókra, és meghívnak különböző helyekre, vidéken, tehát most nem könyvbemutatóról van szó, hanem egy ilyen baráti beszélgetése, vagy valakinek a születésnapi meglepetés vendége vagyok, vagy egyszerűen csak egy buliba meghívnak, vagy voltam legénybúcsún, lánybúcsún, névnapon, voltam már esküvői tanú, most például egy esküvőn voltam Komáromban, ahol nagyon jól éreztem magam, és mindig ahova megyek, olyan jó, kedves embereket ismerek meg, és ennek örülök igazából, hogy még nem veszett ki a magyarokból az öröm, a tisztelet és a egymás iránti megbecsülés. És én is nagyon például a komáromi esküvőn résztvevő embereket ölelem, és ott is ilyen újabb és friss barátságokra tettem szert. Szóval tényleg örülök annak, hogy van lehetőségem mindig újabb és újabb környezetben, újabb és újabb embereket megismerni. Aztán voltam a Kamaraerdőben, ez szombaton volt, ott jól meg is fáztam. Kamaraerdőben volt ez az új verseny, ez az OCR, amiről beszéltem, hogy ez egy új olimpiai sportág lett. Az ötusának az ötödik ága, a lovaglást kivezették az ötusából, és ezt a versenyt tették be. És ha megnézitek az oldalamat, akkor ott láttok kis ilyen OCR versenyeket. Ez az OCR verseny, ez ilyen akadályverseny, különböző épített akadályokon kell keresztül jutni. Például most a legutóbbi verseny, ez egy 3 km hosszúságú pálya volt. Hát aki ezt végigvitte, az azért igazi tiszteletet érdemel, és nagyon komoly fizikai állapottal rendelkezik, és rendelkezett is. Ott például volt egy fiú,
a Kercsó, akinek az egyik lába tért fölöttől hiányzott, és végigment a távon. Egy 80 perces limitidő volt, ő 65 perc alatt teljesítette a távot. Itt valaki írja, hogy jöjjön Floridában, voltam nagyon sok Floridában, nagyon sokszor voltam Floridában, hát hiszen Las Vegasban laktam éveken keresztül, és ha mennék egyébként, de csak úgy megyek mindenhova, ahova meghívnak, és hát a Floridában, ha van annyi magyar, akit érdekelne az én jelenlétem, és a könyveim iránt érdeklődnének, akkor természetesen mentem. Eddig a legnagyobb távolság az Anglia volt, és hát most tervezzük Münchenbe, az körülbelül egy 40 nap múlva lesz, május 26-27-ére tervezi az ottani szervező a találkozót velem, és az ottani helyi magyar étteremben lenne. A pontos címet, nevet még nem tudom, mert ennek a szerződésnek is majd jövő héten fogunk a végére járni, és ha már tudom a biztos címet, a pontos dátum az már biztos, hogy november 26-án és november 27-én lennék Münchenben. Tehát, és bárhova, aki meg akarja szervezni az ilyen találkozót, az szóljon, és megyek. És ha kérdéseket tennétek föl, akkor válaszolnék rá, de most se kaptam kérdést. Az, hogy a Portikról és a Vizovickiről beszéljek, ez már nekem unalmas egyébként, és ha aki akar valamit tudni róluk, az pontosan utána járhat az interneten, vagy például vásárolja meg a könyvemet, mert a könyvemben, a könyveimben erről is írok. Úgyhogy szeretettel üdvözlök mindenkit, és hát be fogok jelentkezni még. Én szerintem a webshopot figyeljétek, mert most jön ugye a karácsony, és a karácsonyra, ha akartok meglepni a párait, vagy a ismerőseiteket valamilyen ajándékkal, hát akkor ez most egy megfelelő alkalom lenne. És lehet, hogy azt mondtam, hogy májusban lesz a müncheni találkozó, természetesen nem májusban, hanem novemberben. Tehát mondtam is, hogy mától körülbelül 40 nap múlva. Úgyhogy elnézést kérek, én nem tudom, mikor mindig ilyen élő bejelentkezésem van, nem jutnak eszembe nevek, címek, stb. Tehát figyelmeztessetek és emlékeztessetek rá. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok!